Köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk! Múlt szombaton az Itthon vagy Otthon rendezvénysorozat második programján Elekes Gergő és Gallai József filmrendezők voltak a Művelődési Ház vendégei. A program filmnézés és beszélgetés volt. A Répcelak Csánigi Evangélikus Egyház községben november 21-én Örök Élet vasárnapján lelkészválasztó közgyűlést tartottak. Baranyai Bence két évnyi beosztott lelkészi szolgálatát követően a sikeres parókusi alkalmassági vizsgálat után egyedüli meghívott jelölt volt a lelkészi szolgálat betöltésére. Az egyház község közgyűlése a répcelaki istentiszteletet követően egyhangúan választotta meg Bencét a Répcelak Csánigi Evangélikus Egyház község parókus lelkészének. Az istentiszteleten Baranyai Csaba esperes helyettes hirdette az igét, és Moros Zsolt egyházmegyei felügyelő vezette a közgyűlést. A keddi szabad egyetemi előadás vendége Horváth Imre karnagy volt, akit saját soraival köszöntött Nagy Ferencné gazdasági vezető. A művész az adventi és karácsonyi időszakhoz kapcsolódó zenei világról tartott érdekes előadást. Szerdán hivatalosan is átadták a felújított iskolaépületet. A járványhelyzet miatt szűk körben Ák Péter országgyűlési képviselő, Szabó József polgármester és Rozmán László tankerületi igazgató részvételével avatták fel a felújított épületet. A többi meghívott vendég online követhette végig az eseményt. A himnusz elhangzása után a személyesen és online jelenlévőket Király Anna Mária igazgató köszöntötte. Az intézmény vezető az iskola padozatán elhelyezett idézettel kezdte beszédét, ahol van akarat, ott útja is van a megvalósításnak, és hangsúlyozta, nem a gyereknek kell jónak lennie az iskola kedvéért, hanem az iskolának kell mindent megtennie a gyermekért. Ehhez most Répcelakon már minden rendelkezésre áll, kiváló pedagógusok tanítják őket egy praktikus, szép és biztonságos intézményben. Pintér Édua és Szekér Emőke, az iskola két tanulója, Osváth Erzsébet Új iskolánk című versét adták elő. Szabó József polgármester arról az iskola felújítással párhuzamosan lezajlott fűtés-korszerűsítési projektről beszélt, melynek keretében az önkormányzat egy nyertes toppályázat eredményeként kicserélte az épület összes fűtőtestjét, és a gázfűtés helyett környezetkímélő hőszivattyús fűtésrendszert valósított meg. A város vezető kiemelte Király Anna Mária intézmény vezető helytállását a pandémiával súlyosbított építkezés közepette. Végre talán ez az a szó, amely a legjobban tükrözi az iskola projekttel kapcsolatos érzéseinket, mondta Ák Péter országgyűlési képviselő és hozzátette. Mostanra olyan 21. századi intézménnyé vált a Móra, amely méltó Répcelak egészének folyamatos fejlődéséhez. A tankerület igazgatója köszönetet mondott Ák Péternek a projekt folyamatos segítéséért és Szabó József polgármesternek az együttműködésért. A hivatalos szalag átvágást követően levetítésre került a Répce TV által a tankerület megbízásából készített kisfilm, a kivitelezés összefoglalója, majd a vendégek körüljárták a felújított épületet. Csütörtökön tartotta munkarend szerinti ülését városunk képviselőtestülete. A két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolójában Szabó József polgármester többek között elmondta, jól haladnak a jelenleg futó répcelaki beruházások, a mini bölcsöde vélhetően már a februári határidőt megelőzően készen lesz, és a vízmű felújítás is befejeződik időre. Ez utóbbival kapcsolatosan a polgármester kiemelte, nagyon nehéz feladat úgy bonyolítani egy ilyen komoly beruházást, hogy közben a szolgáltatást is folyamatosan, a munkákat a lakosság számára minél kevésbé észrevehetően biztosítani kell.
A napirendek során elfogadták a képviselők a 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepciót, és változatlanul hagyták a temetkezés rendjéről szóló helyi rendeletet, vagyis az árakon nem emeltek. Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a Top Plus konstrukcióban. Ehhez az ötletelés is megkezdődött, többek között a Csánigi József Attila utca összekötését és annak a területnek a teljes rehabilitációját, a Bartók utcai kerékpárutat, a város világítás korszerűsítését és a Vízmű utcai járda megépítését tervezik a városvezetők beadni benne. A lakótelepen, mely mostantól a Hársfaliget nevet viseli majd, lakossági fórumot tartottak az érintettek tájékoztatására. Ennek során felmerült a lakók részéről, hogy a szűk utcákon sajnos komolyabb forgalom bonyolódik, mint kívánatos lenne, két szembe találkozó autó pedig nagyon nehezen fér el, emellett gyakran a közlekedő járművek sebessége sem a helyzetnek megfelelő. A dilemmát egyirányosítással oldalána meg a város olyan módon, hogy mindkét utcába, tehát a volt Petőfi és a volt Jókai utcába is csak a város felől a tüzép irányába lehet behajtani. Hogy az utca elején lévő társasházak lakóit ne hozzák kellemetlen helyzetbe, ezért az egyirányú utca táblákat csak a házak vége után helyezik ki, így ők továbbra is zavartalanul tudnak közlekedni. Természetesen a kerékpáros közlekedésre ez a tiltás nem vonatkozik. Számukra a felüljáró felől is be lehet hajtani továbbra is. Szintén a közlekedés témáját érintő hír, hogy lakossági kérésnek eleget téve az önkormányzat kezdeményezte a rendőrlámpa időintervallumainak átállítását, tekintettel a lecsökkent főutcai és a megnövekedett kereszt irányú, vagyis Bartók Béla utcai forgalomra. Az úttestben lévő érzékelőhurkok áthangolásra kerültek, amennyiben járművet érzékelnek, ezentúl nem váltanak pirosra időkorlát miatt, csak amennyiben a felsőbbrendű úton is forgalmat érzékelnek. A visszajelzések nagyon pozitívak, érezhetően gördülékenyebbé vált a közlekedés. A testületi ülés teljes anyaga a könyvtárban megtekinthető. Sporthíreink következnek. Utolsó hazai meccsükön reménykeltően jól játszott az U19-es labdarúgó csapat, ezért volt meglepő a nagyarányú idegenbeli veresség a Vasvár otthonában. Későn értünk oda, nem volt időben melegíteni, akkor de rosszul dolgoztuk föl, hogy egy nagyon kicsi, rossz méretű pályán kellett játszani, de egyáltalán nem ment föl bennünket attól, hogy gólhelyzeteket elhibáztuk, és a harmadik gól után pedig szétestünk. Ezek után nagyon reméltük, hogy a hétvégén hazai pályán újra magukra találnak a srácok, és így is lett. Egy visszafogottabb első félidőt követően parád és második játékrészt láthattunk. Tóth Zsolt szerint méltó befejezése volt ez egy nagyon nehéz, küzdelmes idénynek. Azt mondtam a játékosoknak, hogy le a kalappa, mindenki előtt megemellem a kalapomat. Ez a szezon, amit végigcsináltunk ezekkel a játékosokkal, a csapatnak a 70%-a 2006-os születésű. A mai hét kivételével heti két meccset játszottak jóval idősebb játékosok ellen. Sok probléma volt, sérülés, betegség, egyéb, és ha valaki nyáron nekem ezt mondja, hogy végig tudjuk játszani a szezont, lesz 10 pontunk, lesznek csapatok, akik több gólt kapnak, mint mi, hát nem nagyon hittem volna, úgyhogy én nagyon köszönöm a játékosoknak ezt a szezonba való hozzáállást, teljesítményt, remélem, hogy ennél csak könnyebb időszak következik. Az edző hozzátette, a csapaton szerencsére jól látható a folyamatos fejlődés, és az sem elképzelhetetlen, hogy a tél folyamán erősíteni is tudnak. Azért vannak játékosok, akik érdeklődnek a répszalag felé, hál' Isten, ebbe a korosztályba is. Abba is bízom, hogy még meg is tudjuk erősíteni.
Felnőtt labdarúgóink a pehes vasvári döntetlen után kissé nyomott hangulatban egy 6 pontos mérkőzésen fogadták hazai pályán a BÜK együttesét. Az összecsapás első félideje mezőnyjátékot és küzdelmet hozott, egy gólvonalról történő mentést, valamint egy De Paula helyzetet lehetett feljegyezni. A szünet után inkább a vendégek akarata érvényesült, ez pedig az 53. percben gólban is megmutatkozott, és bár az utolsó 10 percben mindent egy lapra feltéve támadott csapatunk, több nagy helyzetet is kialakítottak a srácok, de vagy centikkel ment a kapufa mellé a próbálkozás, vagy a vendégek kapusa védett nagy bravúrral. Több találat már nem esett az összecsapáson, a BÜK egy gólos győzelmet aratott. Szerintem a mai meccs az nagyjából tükrözte az egész fél évünket. Irgalmatlan nagy hullámvölgyök, nagyon nagy mélypont, nagyon magasan is voltunk néhány mérkőzésen, ahol hihetetlen jó teljesítményt nyújtottunk, de ebből látszik életkorból adódó, hogy szerintem nagy képviség nélkül mondhatom, hogy 10 pontot vesztettünk a rutintalanságunk meg a gyerekes dolgaink miatt, és akkor lehet, hogy még keveset mondtam. Egyszerűen ezt tényleg meg kell tanulni, ezt a felnőtt futballt, felnőtt játékot. Én elhiszem, hogy a szurkoló ideges, hogy nem az első 3-ba vagyunk, vagy az első 4-be. Azt el kell ismerni, hogy nyáron 40 gól távozott, az Ódor Bálint, a Vasbeni és a Tokai távozásával 40 gól távozott. Én megmondtam akkor is, hogy egy új fiatal csapatot kell építeni, tanuló év lesz, és nagyon nehéz szezon elé nézünk. A csapat lelke kétségtelenül De Paula Alex volt ebben a szezonban, aki 12 góljával a megyei góllövő lista második helyén áll. Az Alex nem rúg ennyi fontos gólt, akkor még nehezebb helyzetben lennénk. Ma sajnos nem sikeredett, de hátán viszi a csapatot, és mindig helyzetbe kerül, mai meccsen kétszer. Most nem úgy alakult. A többieknek kellene hozzá felnőni, ugye a Barnit lefaltolták, le kellett cserélni, nem sérülés miatt. A Torádi tényleg jól játszott, de a végén mindig rossz döntéseket hoz. Pontrugásokat nem végezzük el, jó, rengeteget gyakoroljuk, pedig van bőven mit fejlődni az alapozáskor. Az edző szerint tanulni kell ebből a szezonból, és erre alapozva lehet majd fejlődni. Balassa Péter biztos abban, hogy nehéz tavasz elé néznek, és reméli, hogy sikerül megerősíteni a télen a csapatot néhány tapasztalt, magabiztos játékossal. A Rakurai Karate Egyesület karatékái ismét remek eredményekkel érkeztek haza egy nemzetközi megmérettetésről, mely 57 klub 301 versenyzője mérte össze tudását. Bognár Léna, Bognár Luca, Bognár Bogi és Finta Zelma aranyérmet szerzett, Bogdán Szonya ezüstöt, Ható Amanda pedig bronzérmet akaszthatott a nyakába. Gratulálunk! Serdülő kézilabda csapatunk múlt pénteken idegenben játszott a Celldömölkkel. Turai László szakosztályvezető elmondta, nyerni utaztak Celldömölkre. Minden adott volt, hogy egy izgalmas, jó mérkőzés elé nézzünk. Jól is kezdtünk, fejfej mellett haladtunk az első félidő 25. percig, amikor egy azonnali piroslapos kizárás miatt olyan mértékben megkeveredett csapatunk, hogy azután 5 gólos hátránnyal mentünk a szünetre. A második félidőben hatalmas küzdelem volt a pályán, minden erőnket mozgósítottuk, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe, ami sikerült is, de hiába nyertük ezt a játékrészt, sajnos a vezetést már nem tudtuk átvenni. Anitával együtt nagyon büszkék vagyunk a lányokra, mert az utolsó percig harcoltak, de úgy érzem, hogy a pályán nem voltak egyenlőek a feltételek, nyilatkozta a szakosztály vezető. Szombaton a Szombathelyi Kézilabda Akadémia csapatát fogadják majd 16 órás kezdettel a Répce sportcsarnokban. A felnőtt kézilabda csapat szombaton Ikrénybe utazott a VKL-ese Győr U20-as csapata elleni találkozóra. A meccsről szintén Turai László nyilatkozott. Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben 3 gólos előnyt harcoltunk ki, ám utána megérkezett a szukásos hullámvölgy. Jöttek a pontatlanságok, sok technikai hibát vétettünk. A második félidő elején egy 6-1-es periódussal ellenfelünk fordított a mérkőzés állásán, és onnantól már csak futottunk az eredmény után, nem tudtunk sajnos megújulni, ezért egy nyerhető mérkőzést veszítettünk el. Szombaton 18 órás kezdettel János Somorja csapatát fogadjuk otthonunkban, melyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Vasárnap a Kronekerné Maráci Anita által edzett U15-ös csapat bajnoki fordulóra utazott Tapolcára.
Első meccsükön a Szent Gotthárd ellen léptek pályára, ami egy kötelező győzelem, örömjáték volt számukra, melyet nagy arányjal abszolváltak is. A másik ellenfél az Ajka együttese volt, akiktől a szezon korábbi mérkőzése alkalmával mindig kikaptak, ezért ezúttal különösen fontos volt a lányoknak a revans lehetősége. Ezzel a nagyon pozitív hozzáállással felvértezve, végig magabiztosan vezetve, kiegyensúlyozott kapus teljesítmény mellett szép győzelmet aratott a csapat. Múlt pénteken U15-ös futsal csapatunk első mérkőzésére Kőszegre utazott. Ezt a gárdát is De Paula Alex irányítja, aki saját U14-es és U16-os keretéből válogatta össze a játékosokat. Hirtelen indult az időny, közös edzés nélkül utaztunk az első mérkőzésünkre Kőszegre. Elmondható, hogy mind a világítás, mind a játéktér minősége kívánnivalókat hagyott maga után, ráadásul ellenfelünk érezhetően jól összeszokott csapatot alkotott, és otthonosan is mozogtak a nekünk a nagypálya után igencsak szokatlan közegben. Voltak jó megmozdulásaink, sikerült gólokat is szereznünk, első játékként egy erős csapat ellen úgy érzem, megfelelő képet mutattak a fiúk, értékelt a tréner. Következő mérkőzésüket december 1-én 15 órás kezdettel játsszák hazai pályán a Wafa Ese csapata ellen. Teke csapatunk idei utolsó bajnoki meccsén a Szegvár gárdáját fogadta hazai pályán. Ifi csapatunk a karanténból szabadult Varga Bencével és a héten kisebb betegséggel küszködő Simon Szabolccsal 4-0-ás győzelmet aratott. Sajnos a múlt heti kiesés azonban nem jött jól a srácoknak. A múltkor egy picit hiányzik, ahogy néztem is a tabellát, lejjebb csúsztak két helyet. Úgyhogy több mérkőzésen is majd ilyen eredményeket kellene gurítani ahhoz, hogy vissza tudjanak jönni az élmezőnybe. Az edző úgy látja, hogy csapatának remek hangolódást nyújtott a BL szereplés előtt a Szegvár elleni meccs. A mai mérkőzésen szerintem talán az addigi hazai egyik legjobb eredményt sikerült gurítanunk. Több is lehetett volna egy picikével, hogyha a Palikának ugye ez a sérülés, a kellemetlen sérülés nem jön elő. Meg kellett cserélni hát az ifista ment be a végére, aki mondjuk most nem sikerült neki olyan jól, ahogy szokott. Én azt gondolom, hogy ez a 8-0-as eredmény jó fényeket vet előre a BR-re. A hétvégén komoly megmérettetés vár Teke csapatunkra. Ehhez még egy picikét hozzá kell tennünk ahhoz, hogy a Neumark ellen itthon partiba tudjunk maradni. Kint meg majd meglátjuk, úgyhogy egy hosszú út lesz, 700 kilométeres út, egy viszonylag jó pályának számító, de tudni kell, hogy a világ egyik legjobb játékosa ott játszik, illetve egy magyar fiú, aki általában a hazai mérkőzéseken azért tudja gurítani a nagy eredményeket. Mi megpróbálunk őket kikerülni, a jobb játékosainkat majd ráírjuk a gyengébbjeikre, megpróbálunk minél több pontot elcsípni idegenbe, és a hazai pályán egy jó szoros mérkőzést játszani velük. Nem csak a csapat érkezett a BL szerepléssel komoly mérföldkőhöz, hanem az edző is saját karrierjében. Nehéz is róla beszélni, megmondom őszintén, hogy hát azt hiszem ez minden sportvezetőnek, edzőnek ez az álma. Hát nagyon örülök a felkérésnek, remélem, hogy méltóképpen tudom képviselni a Répcalakot, és méltóképpen tudom Magyarországot is képviselni. Legjobb tudásom szerint fogom segíteni a játékosokat. Ahogy teszi ezt évek óta a lakóhelyén is. Az Oladi kosarasok vendégeskedtek csütörtökön este a Répce sportcsarnokba. Sajnos nem tört meg a jég, csapatunk nem tudott győztes meccset abszolválni. Jövő héten Szombathelyre utazik a gárda, a Cosmos Home együttese lesz az ellenfél. Köszönjük figyelmüket, kérjük vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, ezután is kövessenek a friss hírekért minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát, találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! Műsorainkat támogatja Répcelak város önkormányzata, a Répcelak és vidéke kereskedelmi és szolgáltató Kft., a Renovó üzlet,
A Prima Optika. Kis Dávid vállalkozó. A VES Trans fuvarozó és szolgáltató Kft. A Szabeki Divat. Az Erika Virágüzlet és a Bindvíd Szépségstúdió. Köszönjük a támogatást!